akadozva indul Essábel legújabb büntetőpere. A vád szerint a férfi egy kézigránát megtöltéséhez elegendő mennyiségű robbanóanyagot kocsvasztott otthon a konyhába. Essábel az elmúlt évtized alatt már többször is elítélték. Zavaros, sokakban riadalmat keltő bűncselekményei miatt a rendőrök folyamatosan figyelték, titkos szolgálati eszközökkel is. Így merült föl, hogy megint készül valamire. Éppen szabadlábon volt, amikor 2017 nyarán elfogták Essábelt, aki megint készült valamire. A terror elhárítási központ komoly erőkkel érkezett ahhoz a budapesti házhoz, ahol a fiatalember az édesanyjával lakott. Már akkor sejteni lehetett, hogy ez több egy sima elfogásnál. Tűzszerészek is megjelentek, talpig védőruhában kerestek valamit. A rajtaütés óta csaknem 2 év telt el, és megint újabb bűncselekményekkel vádolták meg Essábelt. Az elmúlt 1 évtizedben a diáktársai megölésével fenyegetőzés, a gyorséttermi lövöldözés és egy 100 milliós csalási kísérlet után ez már a 4. ügy, amiért bíróság előtt áll. 2017. július hónapban elhatározta, hogy robbanóanyagokat fog előállítani, ezért az ehhez szükséges anyagokat, így acetont, hidrogénperoxidot, sósavat nagyobb mennyiségben szerezte be. Vártuk Essábelt a tárgyalásra, de a vádlottak padja üresen maradt. Nem is lesz itt. Távmeghallgatással kapcsolják majd a börtönből, magyarázkodott a bíró. Aztán Essábel tényleg felbukkant a monitorokon. Távmeghallgatás az egészen pontosan. BV írt nekem egy kérelmet, hogy távmeghallgatás lehetőségét vizsgálja meg a bíróság. Ezt a bíróság megvizsgálta, már is mondom. Csak hogy ez a megvádolt Essábelnek egyáltalán nem tetszett. Ő itt akart lenni, személyesen akart védekezni, nem a távolból. Megszérti a bíróság és a BV-intézet a védekezéshez való jogomat azzal, hogy nem biztosítja a tárgyaláson való személyes megjelenés lehetőségét. Személyesen szeretne itt lenni, de most nem hozták át a börtönből. Az ügyész így is belekezdett az Essábel elleni vádirat felolvasásába. Általa és az édesanyja által lakott lakásban folyamatosan kísérletezett, melynek eredményeképpen sikerült a fenti anyagokból TATP, azaz triaceton, triperoxid, illetőleg DAPD, diaceton, triperoxid robbanóanyagot előállítania. De mi ez a TATP és DADP? Kérdeztem a rendőrség egyik leszerelt tűzszerészét. Gál Tamás ma már civil tanácsadó, szinte mindent tud a robbanóanyagokról. Házilagosan, háztartási vegyszerekből egészen könnyen összelögybölhető, összekeverhető, csak ugye azzal nincsenek tisztában, hogy ennek milyen következménye lehet. Miért? Milyen következménye lehet? Kérdeztem tovább. Egy nagyobb rezgésre, egy nagyobb ütésre, vagy egy minimális szikrára képes bekövetkezni benne egy szikrás, egy kristályrácstörés, és innentől kezdve felrobban a teljes anyagmennyiség. Véres merényletek képeit mutatjuk az elmúlt évekből. Boston, Párizs, Brüsszel, Manchester. Ezeknek a terrorcselekményeknek a közös jellemzője, hogy mindenhol ugyanazzal robbantottak. Sőt, a 2016-os budapesti Terész körúti robbantáshoz is ilyen házi készítésű, úgynevezett TATP-t vagy DADP-t használt a robbantó. A TATP, illetőleg a DADP keverékű peroxid robbanóanyag reakciókészsége kiszámíthatatlan, megbízhatatlansága és veszélyessége miatt még engedéllyel sem állítható elő. Szándékosan nem beszélünk részletes receptúráról. A közösségi oldalak így is tele vannak olykor viccesnek szánt, máskor meg meglehetősen félelmet keltő videókkal. A büntető törvénykönyv szerint, aki robbanóanyagot vagy robbanószert engedély nélkül készít, az 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Márpedig az ügyészség szerint Essábel ilyen tiltott anyagot állított elő, és ezért felelnie kell. A vádlott 2017. július 27. napján 50-70 g tömegű TATP-t, illetőleg DADP-t is tartalmazó vegyületet műanyagpalackba töltötte, majd azt a Budapest 22. kerület Balatoni út Vöröskuti hatásos kereszteződésével szembeni erdős területen egy fatövében kiöntötte. Amit találtak, az 50-70 g robbanó vegyület.
Az sok vagy kevés? Kérdeztem Gál Tamás volt tűzszerészt. Egy átlagos kézigránátban is nagyjából ekkora annyi mennyiségekről beszélünk, ami azért 2-3 méteren belül repesz hatás nélkül egészen biztosan halált okozó sérüléseket okozna ott helyben. Korábbi ügyei miatt S-sábelt veszélyesnek tartották, ezért szabadulása után titkosszolgálati eszközökkel szemmel tartották. Édesanyja budapesti lakását, ahol lakott, bekamerázták. Felvették, ahogy a konyhában dolgozik. S-sábel viszont azt mondja, hogy a rossz minőségű kép alkalmatlan az azonosításra, és tagadta a vádakat. A fiúnak a telefonját is lehallgatták, és civil ruhás nyomozók árnyékként követték mindenhová. A hatóságok szerint S-sábel megint átlépett egy határt, ezért közbe kellett avatkozni. Az ügyészség most robbanóanyaggal, visszaéléssel és közveszélyokozással vádolta meg. A robbanóanyag létrehozásával, mely a robbanás és a tűz bekövetkezésének reális lehetőségét megteremtette, meg nem határozott számú személy életét, testépségét fenyegető helyzet alakult ki, illetve lehetővé vált, hogy jelentős értékű dolgok megsemmisüljenek vagy megrongálódjanak. Aztán az ügyész befejezte, S-sábel következett. De ő arra panaszkodott, hogy nem hallja, és nem látja rendesen, ami a tárgyalóteremben történik, és különben is. Meg sem kérdezték, hogy ott akar-e lenni. Miért? Ilyenkor mi a szabály? Kérdeztem az Országos Bírósági Hivatalban. A vádott esetében van lehetőség arra, hogyha a bíróság úgy döntött, hogy hivatalból elrendelte a távmeghallgatást, az erről szóló közlés készhezdételétől számított 3 napon belül a vádott kérheti azt, hogy a tárgyalásra őt személyesen állítsák elő. Ritka az olyan, hogy valaki ennyire ott akar lenni. Az új büntetőeljárási törvény alapján 2018. szeptembere óta a gyakorlatban is lehetőség van arra, hogy egy vádlott vagy egy tanú távolról videókapcsolaton keresztül vegyen részt a tárgyaláson. 2018. szeptemberében a bíróságok még csak 15 távmeghallgatást tartottak, és 2019. márciusára ez a szám már havi 402-re emelkedett, és gyakorlatilag folyamatosan hónapról hónapra növekvő tendenciát mutat a távmeghallgatások száma. Országosan eddig 72 tárgyalótermet szereltek fel ilyen kamerarendszerrel, és a börtönökben 39 videószobát alakítottak ki. De a rendszert tovább bővítik. És hogy mit várnak az egésztől? Nem kell például a fogvatartottakat annyit utaztatni. Nem kell annyi BV-s fegyveres kísérő sem a tárgyalótermekbe. Vagy például elkerülhető lett volna a februári fegyveres túlszejtés a fővárosi törvényszéken, ha a veszélyesnek ítélt vádlottat nem hozzák ki az előzetesből, hanem távmeghallgatással kapcsolják őt a börtönből. Most ez történt. A BV intézet, ahol S-sábel a büntetését tölti, kérte a PKKB bíráját, hogy inkább távmeghallgatást tartson, ne kelljen S-sábelt fegyveres kísérettel átvinni a bíróságra. Csak hogy a védő szerint nekik nem szólt senki. Sem a terheltet, sem engem, semmilyen módon, sem a BV intézet, sem a bíróság nem tájékoztatott arról, hogy itt egyáltalán a távmeghallgatás bármilyen szinten is szóba került. Tehát az ügyfelem azért sem tudott nyilatkozni arról, hogy kéri a személyes jelenlétét, mert hogy fogalma sem volt arról, hogy nem személyesen lesz jelen. És hogy őt erről tudni, senki nem kérdezte meg. A bíró végül úgy döntött, hogy enged S-sábel kérésének. Ha ragaszkodik hozzá, akkor legközelebb áthozatják. Természetesen ennek semmi akadálya nincsen, ezért a bíróság is. Akkor viszont azt most mondom, hogy nem távmeghallgatás lesz. Nem távmeghallgatás lesz, hanem közvetlen részvétel. A vádlottak padja legközelebb nem marad üresen. S-sábel személyesen védekezhet itt, a bíróságon. A per a nyár közepén tovább folytatódik.